Az ellenzéki pártok szerint a brókerbotránya Fidesz felelőssége. Azt mondják, 5 év kormányzás után ezt nem lehet másra kenni. A Jobbik a Fidesz és a szocialisták közötti koalíciós botrányt emleget az ügyben, a Fidesz pedig a Gyurcsány-Bajnai kormányt okolja. Már kora reggel sokan várakoztak, azt szerették volna megtudni, hogy mi lesz a befektetett pénzükkel. Én nem számítok semmire, semmi jóra. Elveszett a pénz, az már biztos. Volt, aki sírással küszködött. Azért dolgoztam 10 évet nyugdíj mellett, hogy legyen egy kis kiegészítésem. A Fidesz szóvivője azt mondta, meg fogják védeni az embereket, akiknek befektetéseik voltak, vagy vannak Magyarországon. Új korszak, új szabályozás kezdődik, és ez a mostani szabályozás képes arra, hogy feltárja azokat a visszaéléseket, amik 10 éve még a Gyurcsány-Bajnai korszak időszakában kezdődtek el. Az Együtt alelnöke szerint ez az elmúlt 25 év legnagyobb brókerbotránya, a Fidesz kulcsárügye. Ebben benne van az Orbán rezsim természetrajza, alfától omegáig, mondta Pápa Levente. Fideszhez közeli oligarchák kisemberektől ellopnak 150 milliárd forintot, majd a botrány előtti estén még van pofájuk ahhoz, hogy az államhoz forduljanak segítségért, hogy az adófizetők mentsék meg őket. A Fidesz politikai felelőssége megkerülhetetlen, vélekedett. A Fidesz és az MSZP megpróbálja egymást összesározni ebben az ügyben. Volner János szerint ez a Fidesz és a szocialista párt közötti koalíciós brókerbotrány. Két olyan disznóról van szó, akik a sárban hempergőzve próbálják egymást összemocskolni. A botrányt a liberálisok politikusa is igyekezett szemléletesen érzékeltetni. Az a helyzet, hogy a fagylalt visszanyalt. Mégpedig szerinte úgy, hogy a fagylalt Rogán Antalt és Matolcsi Györgyöt nyalogatja. Mi is úgy gondoljuk, hogy ez egy nagy koalíciós brókerbotrány. A Fidesz és a kereszténydemokrata néppárt elég nagy, közel kétharmados koalícióban kormányozza ezt az országot. Ez a botrány ennek a nagy koalíciónak, a Fidesz-KDNP nagy koalíciónak a botránya. A liberálisok követelik a gazdasági bizottság rendkívüli összehívását is. Ma a legfontosabb, a betétesek kártalanítása kell, hogy legyen. Az MSZP elnöke szerint minél előbb vissza kell szerezni a pénzügyi rendszerbe vetett bizalmat, de a bankfelügyeletet ellátó Nemzeti Bank elnöke hetek óta bujkál és nem szólal meg. Matolcsi György ma két dolgot kell, hogy tegyen. Kiállni a nyilvánosság elé, és teljes kártalanításáról biztosítani a betéteseket. A második pedig lemondani a posztjáról, mert ezzel tudja helyreállítani a pénzügyi rendszerbe vetett bizalomhiányt. A szocialisták elnöke szerint a botrány érintettjei személyes vagyonukkal kell, hogy feleljenek mindazért, amit emberek százezreivel műveltek.